Van, aki félig üresnek, míg más félig telinek látja azt a bizonyos poharat. Muri Enikő lesz a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a kudarcok megerősítenek-e minket. Szia Enikő, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát először is hogy gratuláljak! Köszönöm szépen, majdnem megkérdeztem, hogy mihez, de mindig elfelejtem. Hát tudod, itt van valami a hasadban. Nem, hát nagyon szép vagy, nagyon. Mi meg hát kb. Egy éve nem találkoztunk. Igen, igen. Te erős nőnek tartod magad? Mert ugye volt ez a kijelentésed, hogy a kudarcok megerősítenek minket. Hát figyelj, hol erősnek tartom magam, hol nem. Tehát, hogy ez mindig változik, attól függ, hogy én is néha hogy kelek föl, vagy hogy tudok egy kudarcot éppen feldolgozni. De ma jól keltem föl, úgyhogy ma azt gondolom, hogy erős vagyok. Mennyire szereted egyébként feszegetni a határokat? Most ugye, hogy a sugárló fénekesnője lettél, azért egy vadabb éndet is meg tudtad mutatni. Igen, pont tegnap voltunk egy forgatáson, ahol föltették ezt a kérdést, hogy most ez hogy van, mert hogy eddig teljesen más képet láttak rólam, és most megint a Sugar Loaf-nak köszönhetően meg a színpadon egy tök más énem bontakozik ki, és én ezt nagyon-nagyon szeretem. Tehát, hogy tetszik ez az a lényem, aki a koncertek alatt így kibontakozhat. Tehát, hogy ott lehet hajat dobálni, ott lehet őrjöngeni, ott, ha nem tudom, széttörik egy gitár, az sem probléma, tehát hogy ott úgy mindent lehet, és ez nekem ez nagyon imponáló. Enikő, emlékszem, hogy amikor együtt dolgoztunk bármelyik darabban, és akkor is volt olyan, hogyha olyan napod volt, akkor fülig ért a szád, és az egész környezetednek jó kedve lett tőled, aztán volt olyan is, amikor meg azt láttam rajta, hogy kicsit... Azt hittem, ezt nem fogod elmondani. Nem, hogy azt akartam mondani, hogy fantasztikusan tudod egyébként magad körül az emberek, nagyon, nagyon jó hatásod van az emberekre magad körül, hogy ez tudatos nálad, vagy egyszer csak ami jön, vagy ami kisugárzik. Hát én ilyen vagyok, én inkább erre ezt mondom, de tényleg hajlamos vagyok fölvenni embereknek a hangulatát, vagy ha látom, hogy valakit éppen valami nyomasz, akkor odaülni mellé és megkérdezni, hogy mi a baj, hát ha tudok segíteni. Tehát, hogy nem tudom, anyukám így nevet, úgyhogy ezt köszönöm szépen neki innen is. Úgyhogy, de hát például annó, mikor sztárban sztároztunk, akkor egymást támogattuk, és tényleg próbáltuk fölhozni egymást a medence aljáról, szóval, hogy ilyen, vagy együtt örülni a sikereinknek, úgyhogy ez vagyok jön. Én. És akkor, amikor teljesen padlón vagy, akkor esetleg inkább kiadod magadból a feszültséget, mondjuk sírással, vagy próbálod inkább leplezni és hurcolod magaddal napokig? Igen, rajtam egy ilyen jó nagy sírás az általában segít. Tehát akkor igen, úgy kitisztít, tehát kijön a stressz, kijön egyébként a boldogság, tehát ha én valaminek nagyon örülök, akkor is sírni szoktam. És de tényleg, mert hogy az ember ezeket a csodákat, amikor véletlenül valami jó történik vele, akkor azt tényleg úgy élheti meg, hogy úristen, derék volt már ennyire jó valami, és megható. És van olyan, hogy saját magadra próbálhatni azzal, hogy érzed, hogy egy kicsit ma nem éppen jól keltél fel, hanem próbálod magad felstenkelni, hogy inkább akkor tudatosan mosolyogsz és jó kedvet tolsz kifelé. Abszolút, persze, tehát olyankor nem tudom, olyan zenét hallgatok, hogy kicsit jobb kedvem legyen, vagy ha kapok egy rossz hírt, akkor is egyből gyorsan, tehát hogy nem az a, tehát ezzel nem azt akarom mondani, hogy a szőnyeg alá seprek dolgokat, de van, hogy muszáj oda seperni, mert nem akarok néha tudomást venni arról, hogy éppen mi van a világ, vagy éppen mi van a családban, vagy éppen mi van velem, vagy milyen kudarcok értek, hanem egyszerűen majd később, majd holnap foglalkozok vele. De egyébként tudja magát a rúzsal is befolyásolni, egy szép ruhával is, vagy mondjuk ilyen idő van, akkor tényleg csak föl kell ölteni egy színes ruhát, egy színes rúzs, és egyből egy gyereket, és egyből az ember sugároz, és mondok, hogy mindenkit jó kedvet merít. De egyébként mennyire tudsz nemet mondani a dolgokra, mennyire vagy képes kiállni magadért, vagy inkább a munka miatt belehajszolod magad sokszor sok munkába? Tanulom, hogy hogy kell nemet mondani. És hogy kell? Nem. Ennyi. Igen? Ennyi. Tehát nyilván azért én is mérlegelek, van egy folyamata annak, amikor döntést hozok, és megszületik a döntés. Van, hogy mostanában már azért egyre többet mondok nemet dolgokra, de azt mindig egy nagyon erős megfontolás után teszem. Tehát nem az, hogy jön valami lehetőség, azt mondom, nem, ez nem kell, hanem egyszerűen át kell gondolni, hogy ez nekem megéri-e, vagy nem éri meg. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, meg egy picit magabiztosabbá teszi az embert, hogyha tud nemet mondani, de azért veszélyes is tud ez lenni. És volt már, hogy ezt megbántad? Nem. Szerintem nem. Nem? Szerintem nem volt még.
Nem. Ence, és hogyha ennyire ugye most nagyon sok mindent csinálsz egyszerre, de hát ugye Sugarloaf önmagában is egy nagyon nagy projekt, hogyan tudsz kikapcsolni egy kicsit, vagy hol töltesz vissza? Hát leginkább otthon, szüleimnél. Az igazi nagy feltöltődés az a nagymamámnál van, aki egy... Nagyinál, süt, főz, és alig vár, hogy hazamegy. Nem mindig süt, főz, tehát én mondom is neki, hogy ne terhelje magát ilyen hülyeségekkel, hanem inkább csak örüljünk annak, hogy együtt vagyunk. De az tény és való, hogyha ilyen szülinapom környékén megyek haza, akkor szokott mindig gyümölcstortát csinálni, és azt, ahogy ő csinálja, azt senki más nem tudja megcsinálni. Úgyhogy nekem engem ezek feltöltenek, hát amúgy az ilyen sablon, tehát zenehallgatás, film, sorozat, tehát nem tudom, ami... magad ezzel. Igen, és az igen, évben igen. Van még valami, amire készülsz, vagy mit vársz ettől az évtől? Hát a napokban jelent meg az új dalunk, ez itt a reklám helye. A napokban jelent meg az új dalunk a Sugarloaffal, Lélekgyilkos címmel, aminek ja, a napokban láttam, is... láttam is egyik ilyen anyagát, gratulálunk hozzá. Köszönjük szépen, napokban forgattuk le a klipet hozzá, úgyhogy remélhető minél hamarabb el is készül, úgyhogy most már nagy tervek vannak, és telik a naptár, sőt már majdnem tele van, úgyhogy tessék belehúzni foglalás szempontjából, úgyhogy tényleg minden rendben van. Nagyon jó, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Mi is köszönjük.